apám járt el a kapu mellőtt, de most nem jár és nem akar szeretni, hogy a holló a két szemét szedjék ki. Mint a felvételeken láthatjuk, egy ének duettál vette kezdetét a Közelmúltunk konyhája című kiállítás megnyitója. Ezután a polgármester úr méltatta a gyűjtőmunkát, elmondta, hogy külön öröm, ha a helyi érdekű a kiállítás, mint amilyen a mostani is. A kiállítás lényegét, és hogy mit jelent ez a kiállítás, Dancsics Klára mondta el, aki a kiállítás megnyitására felkért, Csepinszki Mária helyett ugrott be, hisz ő ez időben kórházban volt. Mikor este lefekszik az ágyába. Ma, amikor én ide kiálltam és fölkértek arra, hogy köszöntsem önöket, akkor én azt mondtam, ez talán nem is kiállítás itt, ami ma történt, hanem amit itt az elmúlt napokban itt Balatonszárszó lelkes nyugdíjasai berendezték ezt az előteret, hanem ez valahol a régi szép időknek a bemutatása, amihez nagyon sok munkat, a velem hasonlókorú embereket azt hiszem, hogy megragad és visszaidézi azt a fiatalabb korunkat, a gyerekkorunkat, és valami szép, csodálatos. De valamennyünk nevében én hadd köszönjem meg önkormányzat képviselőtestület nevében annak a nagyon sok balatonszárszói lelkes nyugdíjasnak, idősebb korúnak, akik tényleg akkora ügymozgalommal, akkora szeretettel, akkora odaadással rendezték be, és itt két héten keresztül bemutatott a széles közönségnek. Így nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy összegezzem a kiállítás mondandóját. Tudományos, szakszerű értékeléssel nem szolgálhatok, hisz nem vagyok néprajzos szakember, de érzéseimet, gondolataimat meg tudom osztani a jelenlévőkkel, miután én is éltem már az 50-es, 60-as években, az én gyermekkorom mindennapjai is az itt bemutatott konyhai környezetben teltek. Miről is szól ez a kiállítás? Engedjétek meg, hogy kiváló és nagyszerű írónk Tamási Áron sokat idézett, immár szálló igévé vált mondatával válaszoljak a kérdésre. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Mi balatonszárszóiak Magyarországon, itt a Balaton mentén, itt Balatonszárszón érezzük magunkat otthon, nekünk fontos ez a település, szeretjük a múltját, a jelenét, lakóival együtt. Fontosnak tartjuk, hogy emlékezzünk, hogy megmutassuk az új generációknak a mára már szinte teljesen letűnt világ egy darabját, hogy felvillantsuk a 40-50 évvel ezelőtti életformát berendezéseivel, tárgyaival együtt. Hiszen az elmúlt 40-50 év alatt szédületre gyorsasággal változott meg minden itt körülöttünk. Míg hajdanán, nagyapáink, nagyanyáink idejében hosszú évtizedek kellettek a legkisebb változáshoz is, addig manapság roham léptekkel hagyja maga mögött a jelen a múltat, hogy helyet szorítson a jövendőnek. Mit láthatunk ezen a kiállításon, ha körülnézünk? A gyűjtemény megtekintésekor idősekben és fiatalokban egyaránt múltba visszanyúló gondolatok és nem is oly távoli emlékek idéződnek fel. A vendégkönyvi beírásokból az derül ki, hogy sokan nézték meg a kiállítást, és sokan méltatták elismerő szavakkal, beírásokkal a szervezők munkáját. Köszönet nekik érte.